vadállatgyógyászat az nekem egy régi álmom volt, ami számomra egy nagy sikerélmény az az, hogy most már harmadik éve, hogy szervezett formában is csináljuk ezt közösen más kollégákkal. Ez volt hivatott a Let's For Wild Egyesület. I just hope that Romanians find a way to live with bears, to coexist with bears and with wolves in a way that Western Europeans never were able to. Beszélőseink szerint a 15 év körüli, egy hímmedve, nagyon jó kondícióban van. Ez nem számít idős medvének, de mindenképp idősödő. It might be hard to see, for people who live here and who have lost farm animals, who've lost their sheep or their cows to the bears. It might be hard for them to see the value in having the bears, but I can only hope that these people can see the value in it before the bears perhaps disappear. That's probably a long way away if they do disappear, but in most places that's what happens to large carnivores. They eventually vanish, and it makes having them at all a precious thing. Mindenképpen egy fontos problémáról beszélünk. Okoznak károkat ezek az állatok, és én egy elsődleges megoldást abban látok, hogy mindenképp ez a kártérítési rendszer be kellene induljon, illetve újra kellene induljon. Mert hogy konkrétan azok a gazdák, amelyek kárt szenvedtek el, ezeknek kifizetődjenek ezek a károk. Szerintem így ez amúgy sokban javítaná a medvéknek a szociális elfogadottságát is. És mindig ez a szociális elfogadottsága az, amely hosszú távon tudja biztosítani ezeknek az állatoknak a túlélését. I've heard several people that I've met complain that Western Europeans see Romania as a sort of a zoo for large animals, especially bears and wolves. I can understand why people object to that point of view. And it's, I think it might be true to an extent. They're gone in Western Europe, but also Western Europeans are trying to bring some of these animals back. They've brought them back to Spain, they've brought them back to the French Pyrenees, brown bears. Wolves have come back on their own to the south of France. But for the most part, there's just not room anymore over there. Room for those big animals is gone. It's been lost in Western Europe, except for a few small places, like perhaps part of the Alps and the Pyrenees. But England, for example, I don't think you could put a bear in England and expect it to last a day before it runs into some people and causes trouble. So I think that's why people look at Eastern Europe the way they do. And I don't think they're looking at Eastern Europe as a zoo. They're valuing the animals that live here. And I'm one person who, I'm not from Western Europe, I'm from North America, but I came here because of the bears. So and there's probably more people, I'm sure there are. There's other tourists who come here to see bears as well. Az ébredés nagyon változó, ahely szervezet annyiféleképp reagál ezekre az altatókra. Van, amelyiknél elhúzódik, mondjuk, hogyha fiatalabb medve lenne, akkor nagy valószínűséggel gyorsabban bontaná az altatót. Ő, hogy 15 évesen valószínűleg egy picit lassúbb lesz az ébredés. Ez teljesen egyedfüggő. Úgy kerek az egész történet, hogy elaltatni a medvét, elvégezni rajta a szükséges műveleteket, és utána pedig meggyőződni, hogy tényleg az a medve magához tért és elment. Azon kívül pedig sokszor előfordul az, hogy gombászok, málnászok, erdőkitermeléssel foglalkozó dolgozók járkálnak keresztül kasul az erdőn. Ezek, hogyha viszont szembe mennek egy ébredező medvével, az nem egy jó élmény és egy veszélyes helyzet.
Nem létezik Romániában már olyan hely, ahol ez az állat úgy tudja leélni az életét, hogy ne kerüljön kapcsolatba emberekkel. Romániában nem léteznek már ezek a nagy összefüggő erdőségek, mint amilyeneket az emberek ezekben a nagyon szép dokumentumfilmekben látnak, például medvékkel kapcsolatosan. Az utolsó ilyen helyek a világon még Alaszkában, illetve helyenként Szibériában léteznek, ahol tényleg úgy tudnak élni ezek az állatok, hogy ne találkozzanak emberekkel. Mert hogy ez nagyon gyakran el szokott hangzani, a medvéknek a hegyen van a helye az erdőben. Tehát itt mindenképpen arra kell valahogy egy megoldást találnunk, hogy hogyan is tud a medve együtt élni az emberekkel, illetve jobban mondva talán, hogy hogyan tudnak az emberek együtt élni. Mert hosszú távon ez az egyetlen megoldás, amit én látok.